egy gyönyörű nagylány. Ő is ide járt hozzánk, Tornyosi Szopinak hírják őt, és az én növendékem volt. Gyönyörű hangja van, nagyon sok versenyen vettünk részt, és nagyon szép eredményeket értünk el ezeken a versenyeken. Szofi, te emlékszel néhány versenyre? Rengeteg versenyen voltunk. Mondj egyet, kettőt. Nem pontosan, de vidéken, mindenhol, Budapesten is voltunk versenyeken, úgyhogy az egészen felkészített a mostani karrieremre is. Én emlékszem egy Cegléd Ének versenyre, amely egy egészen extra külön díjat kaptál, mégpedig mi volt az? Egy külön díjat. Ebből megegyeztük. És mi történt veled azóta, amióta elkerültél a zeneiskolából? Azt hiszem, hogy 5 éve végeztem, és azóta a Kőbenyészel és Tudió énekszakát végeztem el. Valamint most az ELTÉ-re is járok a minisztika szakra. Ez nagyszerű. És mit hallunk tőled most? A Postmodern Jukebox feldolgozásában egy Backstreet Boys-szal. Akkor élettel, várjuk. Hát amikor elkerültem, én akkor bejutottam a
Zeneakadémia népi ének szakára, és hát jó sokáig ott is voltam, kicsit olyan, mint a tervezett. Úgyhogy én elvégeztem a Zeneakadémia népi ének szakát, annak a BA és a Master részét is, úgyhogy ezáltal kaptam egy olyan diplomát, amivel taníthatok, hogy azóta én is már tanítok az Egresi Béniben, Csepelen, és hát természetesen nem mellette, hanem elsősorban előadó művész lettem, és hát többek között Szlobival is szoktuk fellépni, különböző más zenekarokban és formációban is, itt az Űrös Bandát és a Brávót emelném ki, az Űrös Banda egy frissebb formáció, a Brávóba csak bekerültem, mindenhol világzenét, illetve népzenét játszom. Nagyon szuper, még egy kérdésem lenne, és hogy tetszik a tanítás? Hát, hogy barátkozom a tanítással, teljesen más jellegű dolog, de sokszor eszembe jut Ági néni. Én úgy érzem, hogy Ági néni nyomta a legtöbbet a zenei karrieremben, amit a mai napig használok, most már nem csak az énekésben és a technikában és a színpadon, hanem a tanításban is, úgyhogy sokszor eszembe jut Ági néni, amikor ülök a zongoránál, és én el vagyok képedve, hogy na akkor most ezt a helyzetet hogy oldjam meg, vagy hogy mondjam meg a tanítványnak, hogy ma nem készültél, de hát igen, szóval nagyon sokat eszembe jut Ági. Én pedig rendkívül büszke vagyok rád, és te is nagyon sokat eszembe jut, mert hiszen egy tanárnak ott az igazi kitüntetés, ha a növendéket tovább viszi a pályáját, és sikerrel viszi azt tovább. Úgyhogy köszönöm szépen, Bránka. Én köszönöm, Ági. Mit hallok tőled? Hát a mai nap egy hát két dallam lesz, és ezek mindegyik a Balkánról való, az egyik igazából Makedóniából, a másik egy kicsit Bulgáriából, egy Zájdi-Zájdi nemű gyönyörű szép népdalt, és mellette egy Gyulde Bolcsét, úgyhogy harmonika kíséretben, el is mondanám, hogy Vertetik Szlobotán lesz a segítségemre, akivel rengetegszer játszunk együtt, úgyhogy már egy összeszokott páros vagyunk. Köszönjük szépen, és akkor szóljon a műsorban! Köszönöm!
gyertek föl, ha itt vagytok, nem jön, itt vagytok. Ismét egy fiatal emberrel beszélgetek. Gyere, Feci, beszélgessünk egy keveset, jó? Szuper jól tépted a húrokat az előbbi rótában. Ezért azt gondolom, hogy te is folytattad a zeneiskola után a zenei pályafutásodat. Hová kerültél? Mit csinálsz? Igen, én is a Kudarnó Zenei Stúdióban tettem sikeres felvételi vizsgát, már márciusban. Most kezdtem el szeptemberben, nagyon szeretem. Ezek szerint nagyon jól érzi magát, szóval. Ki a tanárod, ki a mestered? Idősebb Dobronszki Ferenc és Kudarnós Jani. És ezek szerint nagyon jól megértitek egymást, és jókat alkottok. Egyébként hogy működik ez a zenei intézmény, ahová most jársz, hasonlóan, mint a zeneiskola, vagy esetleg más módon? Más módon. Mennyire más módon? Azt érteném ez alatt, hogy mennyivel szabadabb, vagy a zeneiskola volt kötöttebb esetleg, vagy oda, ahova most jársz, az sokkal szabadabb, hiszen az már azért egy lépcsőfokkal magasabb szintű intézmény. Igen, minden esetre sokkal lazább, meg hát ez egy olyan intézmény, ahol az ember minden napra jár, és egész nap ott tölti, míg azt a zeneiskolába csak kiskorban tudtunk megtenni, úgyhogy igen, lazább, de... És milyen műfajban dolgoztok ebben az iskolában? Vannak különböző stílus gyakorlatok, vannak kötelező számok, amiket az osztályjal, illetve az emberrel meg kell csinálnunk, és ezek különböző stílusok. Igen, és hát áruljuk el, hogy a testvér Enikő, ő pedig énekre jár itt a zeneiskolában, és hogy most együtt fogtok muzsikálni, mit hallunk tőletek? Saját feldolgozást az Erdő című néptalapból és az Ünnep című opuszt Zorántól. Nagyon szuper. Köszönöm szépen, akkor foglald el a helyedet a pult mögött, és akkor jöjjön a meglepetés. Korbeli Enikő és Korbeli Ferenc következnek. Katona híredet hallom, kedves kis angyalom.
Fáradtak nap nyugodott.
Vessünk számunk!